Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták napról napra, hétről hétre. Igyekszünk érdekes embereket bemutatni önöknek, emberi sorsokat közelebb hozni önökhöz. A stúdiónk mai vendége Szabó Farkas Lilla. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívásotokat. És azt hiszem, hogy sokak számára lehet példaértékű a te utad, hogyha egy kicsit itt nézünk majd a Total kamerákon, biztos, hogy látszik a képeken keresztül, hogy kupa esőt hozott neked a május, de nagyon érdekes a sorsod is, hiszen mondjuk anyukáknak a rohanó pörgésben egy egészséges életmódra való áttérés, egy fit formának a megszületésére jó példa a te utad. Így van, jó példa lehet. Igen, 104 kilóval kezdtem. Tehát ezt most azért, hogyha rád nézünk, akkor szerintem kevesen hisszük ezt el. Igen, mindenki ledöbben. De igazából elég régre nyúlik vissza az én kis utam, az én kis küzdelmem. Tiniként is mindig hús is voltam. Aztán igazából nagyon fiatalon lettem anyuka. És hát annak köszönhetően a hormonok kicsit felborultak, és hát igen, 104 kilóval szültem, tehát 104 kiló volt, amikor mentem szülni. Szülés után ezt a 100 és 90 kilós súlyomat ezt elég sokáig tudtam tartani. Egy olyan 8 éven keresztül még. Tehát olyan 7-8 éves volt a kislány, amikor úgy igazán megérett és megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy így nem lehet élni. Így nem lehet egy gyermeknek példát mutatni, főleg úgy, hogy sporttagozatos osztályba került a kislányom, tehát oda irattuk be sportiskolába, és hát nyilván ez hozta magával a rengeteg sportrendezvényt, ahol ugye a szülőknek is aktívan részt kellett venni, és hát nem kicsit éreztem magam feszélyezve, hogy hát azért egy 85-90 kilós, volt, hogy 95 kilós testtel nem olyan könnyű a mozgás. És hát így a kislányra sem szerettem volna soha szégyent hozni, meg ezután sem szeretnék. Így megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy valamit tenni kell. Tehát így nem lehet élni, így nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok diétába belefogtam, nagyon sok éhezést végigcsináltam, de mivel mindegyik diéta, mindegyik időszakos volt, egyrészt elfogyott a kitartás, hiányoztak az ízek, aztán jött a csalónap, még egy csalónap, visszatértem. És akkor ez a jó-jó effektus, gondolom, így van, hogy jó-jó, meg hát mindig több jött vissza. Ledobtam egy 10-es, 15-öt, akkor utána visszajött egy 20-as, mert nem figyeltem, mert többet dolgoztam, mert a gyerek több törődést igényelt, vagy más élethelyzetbe kerültem, vagy az életem során kerültem olyan akadályokkal szembe, hogy nem tudtam ezt mellette tartani, ezeket a diétákat, és akkor ugye mindig visszajött. Aztán volt egy nagy változás az életünkben, a kislányommal együtt. A kislányom édesapjával a kapcsolatunk ketté ágazott, tehát vége szakadt. Az ő útja elment jobbra, az enyém elment balra. Így ez hozta magával hát azt, hogy ez a magánéleti változás, ez gyakorlatilag ilyen gyökeres változást eredményezett, mondhatjuk ezt? Így van, gyökeres változást eredményezett. Egyrészt azért, mert ugye egyre mélyebbre ástam magam abban, hogy hol lehet a kulcsa, mert biztos, hogy van valaminek valahol kulcsa annak, hogy nagyon sok mindenki körülöttem tök jól néz ki, anya dolgozik, háztartást vezet, tehát családot tart fent, és mégis tök jól néz ki, fit, akármi, tehát ugye ott a közvetlen környezetemet, ahogy néztem, ugye a kislány ugye sportiskolába járt Győrbe, meg most is itt Fehérváron is, ugye akkor még Győrben éltünk, és hát én is ugye elkezdtem nézegetni, keresgetni, illetve bekerültem a Vízisport Egyesületbe Győrbe, ott elkezdtem igazán aktívan foglalkozni a sporttal, vízisporttal, elkezdtem evezni, sárkányhajózni, és hát ugye a folyamatos, a rendszeres sport, a heti 3-4 alkalommal lejártam, mert nagyon jó volt a közösség is, egy új élethelyzet kezdődött ugye nyilván az életemben akkor, és
És hogy a mozgás ott... is bejött, meg a közösség is, akkor ez persze, egy ilyen felhajtó erő volt, mondhatjuk? Felhajtó erő is volt egyrészt, meg egyre többet okosodott az ember. Mit szoktál vacsorázni, mit szoktál ebédelni, hogy mint, hogy... Tehát azért informálódik az ember, hogy mégis az a body, az a test, az a forma, az hogy érhető el, hogy ő úgy néz ki, én így nézek ki, és körülbelül egy aktivitásba élünk, tehát egy... A ritmusa az ő életének és az enyémnek is, neki is gyereke van, neki is háztartás van, ő is dolgozó nő. Tehát nyilván kereste az ember a kulcsát, és az első nagy fogyásom ugye egy most már nagyon jól ismert élelmiszeripari márkának is köszönhető nagy részbe. Elkezdtem szénhidrát csökkentett termékeket vásárolni és fogyasztani, és mellett sportolni heti 3-4 alkalommal, ugye evezni. Ugye lejártunk rendesen a Vízisport Egyesületbe evezni is, csak evezni, meg volt mellette szárazföldi edzés, ugye, ami egyre könnyebben ment, ahogy olvadt le rólam a kiló, mert ugye visszafogtam a szénhidrátot, bekerült az étrendembe a zöldség, a tejtermék, a fehérje, elkezdtem az egésznek a hatásmechanizmusát megérteni, megismerni, és hát ugye, ahogy fogytam, úgy nyílt meg a sport fele a kapu. Tehát el tudtam kezdeni utána futni. Igen, mert tehát könnyebb is volt, gondolom, persze. Hiszen hát szabadultál meg folyamatosan a túlsúlytól, amivel nyilván a mozgás is nehezebb igen, volt. Igen, igazából ez ilyen 2008 vége, hát 2009 tavaszára datálható, amikor ennyire beköszöntött az életembe ez a sport rész, az evezés meg a rendszeres aktív sport, aztán... A nagy fogyásom, az tehát 2015-2014 tavaszára meg már elértem azt, hogy az állandó súlyom az ilyen 75 kiló körül mozgott. Nyilván jójóba azért föl lecsúszkált néhány kiló, de akkor már egy ilyen 70-75 kiló között mozogtam folyamatosan. Utána megint lett egy változás az életemben, megismertem a jelenlegi férjemet. Pár hónap együttélés után úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk az életet kint, külföldön. Kiköltöztünk Tirolba, majd ez 2014 nyár végén volt, és 2017 nyár végén visszaköltöztünk ide Fehérvárra, és igazából amíg kint éltünk Tirolba, akkor is hát ott is vendéglátásba helyezkedtünk el dolgozni, mivel ő szakácsként, én meg felszolgáltam, és hát ott is olyan időbeosztásban dolgoztam, hogy a délutánom általában szabad volt. Mit kellene csinálni, sportolni kéne, mert ugye abba hagytam a sportot, mert ugye kikerültem egy új közösségbe, egy új környezetbe. Nem is ismertem ott igazából semmiféle lehetőséget, víz nyilván nem volt ott, hegy volt rengeteg. Elkezdtünk először túrázgatni, majd én elkezdtem hegyi futni. Utána olvasgattam neki, hogy érdemes, mert hát azért voltak ízületi, meg tért fájdalmaim rendesen, mert ugye annak is van egy technikája, amit el kell sajátítani, illetve hozzá tartozik az is, hogy meg kellett erősítsem a combizmokat. Ahhoz, hogy ugye a térről levegyük a terhelést, és ez jól tudjon szuperálni, így felkerestem az első, életem első komoly konditermét kint Tirolba. Ott kezdtem el ismerkedni ezekkel a súlyzós edzésekkel igazából, meg magával azzal, hogy erőlétet hogy tudunk növelni, ugye a kardió edzésekkel, ezekkel az intervall kardiókkal. Amíg kint éltünk, az ott a 3-3,5 év alatt csak ez a mozgás volt az életemben, meg mellette már tudatosabban étkeztem, sokkal tisztább élelmiszereket vásároltunk, ugye nagyon könnyen is hozzá tudtunk ott jutni, mert ugye ott sokkal tisztábbaként az élelmiszerek, zöldségfélék, tejtermék, nagyon fehérjedúsan táplálkoznak kint, és elkezdtem táplálni a testemet, elkezdtem az egészet megérteni, ott megint nagyon-nagyon sok kiló lejött, tehát ott is egy ilyen 10-15 kilóról beszélünk, akkor már ilyen 65 kiló körül mozgott az úgymond versenysúlyom, ilyen 65-70 kiló körül, amikor ide Magyarországra újra haza költöztünk. Aztán megrekedtem, ahogy ugye hazaköltözés, munkába állás itthon, a gyerek ugye a tanulmányokat
gyerek tanulmányai, hogy alakulnak, stb. A lakásvásárlás, egyéb dolgok, ugye elvitték a figyelmem, megint a sport egy kicsit háttérbe szorult. Lelejárogattam az edzőterembe, ugye itt a helyi edzőtermekbe, kerestem is, hogy melyik az optimális, melyik a legideálisabb nekem, ahol jól érzem magam, ahova szívesen megyek, ahol a társaság is nagyon befogadó. Aztán úgy megrekedtem, nem is változtam tovább, a kajámra odafigyeltem, az étrendemre odafigyeltem, és mégse, tehát úgy megrekedtem egy szinten. Aztán a férjem mondta, hogy keresek egy személyi edzőt. Nem az a terv volt a te fejedben sem, hogy akkor rendben, én most megszabadultam ennyi kilótól, és akkor most, mert ugye itt a három kupa, amit említettünk, már bikini modell első helyezett leszek, fitness modell anyuka második helyezett, és sportmodell harmadik helyezett. Tehát, hogy nem így indultál neki. Sőt, mondok egy borzalmasan, valahol nagyon motiváló mondatot, amit a férjem mondott, és már azóta nagyon sokszor bocsánatot kért tőle, vagy miatta, megszabadkozott miatta. Ugye Tirolban rengeteget futottam. Az a rengeteg, azt úgy képzeljétek el, vagy úgy képzeld el, hogy havi ilyen 200 kilométer. Minden nap, minden egyes nap 10 kilométereket. Hegynek föl, hegynek le. Minden egyes nap. Ha esett, ha térdig ért a hó, ha bármi. Egyszerűen annyira kint, mikor kint van az ember egy idegen országba, hiába vagy nagyon jó körülmények között, bármit meg tudsz venni, bárhova el tudsz jutni, nyilván emberi kereteken belül, akkor sem otthon vagy. Nincs ott a családod, nincsenek ott a barátaid, hiába ott vagy a most már férjemmel, akkor még csak vőlegényem volt, ott van melletted a társad, nem olyan, Nem adja vissza azt a közeget, ami egyébként megszokott lenne, meg normális, tehát egy teljesen átlagon felüli élethelyzet az, amiben vagy. És ugye hiába nagyon kedvesek a kollégák, nagyon jó a munkamorál odakint, gyűlik benned a feszültség. És én azért jártam futni, mert én ott vezetted le a feszkót. A feszültséget, ott teljesedtem ki, ott úgy éreztem, hogy az az enyém az az idő, az az én időm, azt a testemért teszem, a lelkemért teszem, azért futok, hogy tisztuljak, hogy menjenek a rossz gondolatok, és hogy előre jussak. Mert ugye, amikor futsz, akkor egyenesen haladsz valami felé. És hogy az a haladás, tehát benne van a szóba is, hogy az egy irányt mutat. És akkor volt egy parázsvitánk, mert volt egy sérülésem, egy akilles sérülésem, figyelmetlen voltam, egy kis vízzel vezető kátyúba léptem, visszaspiccelt a lábam is, majdnem elszakadt az akilleszem. Akkor mondta a férjem, hogy cicám, értsd meg, ekkora testsúllyal indultál, most itt tartasz, gyönyörű vagy, bomba vagy, mit akarsz még elérni ezzel a sok futással? Soha nem leszel olyan, mint a Rubindréka. Soha. Ő 20 éves sportol. És én akkor eldöntöttem, de én nekem a Réka egy hatalmas ikon, én leszek olyan, mint a Rubint Réka. De akkor nyilván ez csak egy gondolat volt, és ugye amikor ősszel a Tomi előrukkolt ezzel az ötlettel, mondta neki, Tomi, ne, én nem nevettetem ki magam, te. Én szeretek álmodni, meg én szeretek magamnak célokat kitűzni, és megugrani azokat, meg a kihívásokat is imádom, de azért a realitások talaján maradjunk. Én nem gondolom azt, hogy én nekem tavasszal színpadra kéne állni ezzel a testtel. De mert higgyek benne, higgyek magamba, nézd meg a változást, iszonyatosan jó a genetikád, nagyon jól reagálsz, nagyon nagy a kitartásod, benned van az erő, csak higgyél magadba egy kicsit. Na most mondanom se kell, hogy ahhoz a testhez, amiben én be voltam zárva, ez a folyamatos túlsúly, hát igazából van, aki azt mondta, hogy még egészséges, van, aki azt mondta, hogy ez már túlsúly. Én nem éreztem magam benne jól, egy börtön volt, tény és való, visszagondolva tényleg egy börtön volt. Én nem hittem el azt, hogy azt le lehet úgy formálni, azt meg lehet úgy csinálni, azt el lehet érni csupán akarattal, meg azzal, hogy,
hogy bízol magadba, hogy te egy színpadra ki tudjál állni 4-500 ember elé, és ott eredményt tudjál produkálni. Bennem volt nyilván a félsz, hogy mikor már tudatosult be, vagy nem tudatosult, hanem engedtem annak, hogy jó, oké, próbáljuk meg, készüljünk be. Rettegtem, teli voltam gátlással. Mi lesz, hogyha rossz eredmény lesz? Mi lesz, ha jó eredmény lesz? Mi lesz, ha kinevetnek? Mi lesz, ha nem sikerül? Mi lesz, ha így? Aztán egy idő után így megpróbáltam ezeket elengedni. Elengedni, mikor már főleg úgy, hogy láttam, hogy még élesedik a forma, még jobban csiszolódok. Tehát tényleg akkor kezdtem el azt elhinni, hogy igenis ez sikerülni fog, ez jó lesz, ez szuper lesz, és hát szuper lett. Igen, de ennek nagyon érdekes a lelki része, amit mondtál, tehát, hogy az ember el tudja hinni magáról, meg amit mondtál, hogy van egy jelentős túlsúly nőként, azt hiszem, hogy mindannyian megéljük azt, amikor mondjuk egy babát vársz, és akkor kinek így, de kinek úgy, de azért általában mindenkire felugrik néhány kiló. És hogy nekem a mai napig bennem van az, hogy eleve, milyen nehéz volt azt elfogadnom, hogy jöttem ki a kórházból, és akkor persze nyilván imádtam a kisfiamat is, a kislányomat is, de ott volt bennem az, hogy hát föl sem jön rám ez a ruha, úristen, most akkor én hogy nézek ki, és hogy nagyon sokáig gyakorlatilag el sem fogadtam azt, meg nem is tudtam elképzelni, hogy most már nem már megszabadultam attól, hanem egy ilyen nem veszek föl bikinit, mert fú, hát igen, hogy is. Értem, meg, mit mondasz. Tehát, hogy ez benned hogy múlt el? Hát ez nem múlt el. Nem múlt el? Tehát, hogy most te még ilyen bomba nőként is, még mindig benned van a kis túlsúlyos énet, hogyha fogalmazhatok így. Ugyanúgy ez egy állapot. Ezt inkább úgy fogalmaznám meg most, így, hogy már megjártam ezt az utat, hogy akkor, amikor én akkora lettem, meg tehát akkora túlsúlyjal éltem, amivel éltem, az is egy állapot volt. És akkor, amikor abban az állapotban voltam, én nekem az volt a normális. Úgy a normális, tudtam, hogy nem jó, de én azt gondoltam akkor, hogy én ahhoz kevés vagyok, hogy én ezen változtassam. Ezt el kell fogadni. És hát ugye jöttek a napok után, és nem tudtam más csinálni, mint beletörődni, és igen, ilyen vagyok, ez vagyok, kicsit sajnálom magam, meg egy kicsit, jaj, de rossz nekem. És igazából én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy belenéz a tükörbe, vagy húz föl egy ruhadarabot, és azt mondja, hogy nem jó, nekem ebből elegem van, hogy nem hiszem el, hogy így, hogy nekem milyen rossz, mert ő neki milyen könnyű. Uh-huh. Nem könnyű, csak eldönt valamit itt. Tehát, bármilyen forma legyen, vagy bármiben, nem csak a hízás, fogyás, meg bármiben, el kell dönteni, el kell jutni egy szintre, hogy én akarom a következő szintet meglépni és elérni, vagy se. Akarom ezt az állapotot így tovább, vagy szeretnék rajta csiszolni, és jobbá válni, és több lenni, vagy se. Tehát ez is, ez a külső is most egy jelenlegi állapot. Most versenyszezon alatt vagyok, 3 hét múlva lesz szintén egy versenyem, az lesz a szezonzáró versenyem, utána nyilván ez egy versenyforma. Most még nincs lecsiszolva, de 3 hét múlva remélem, hogy egy penge versenyformám lesz szintén, és többet tudok vinni, tehát egy komolyabb, élesebb formát tudok majd vinni, mint a bodykupára vittem. De utána azt is el kell majd fogadjam, hogyha, mert most vagyok egy versenydiétán, ami nagyon sarkos, ugye? Nagyon kevés a szénhidrát, rengeteg a rost és a fehérje bevitel. Meg ugye a zsír is egy kicsit meg van emelve. Ez nem egy normál, átlagos, egészségesnek mondható étrend. Ez egy versenyétrend. Ez egy versenyétrend. Ha visszatérek, visszaveszem a tejtermékeket, visszaveszem normálisan a húsokat, tehát a húsok alatt értem a sovány húsokat, a csirke mellett, a pulyka mellett, akkor visszaszedem a gabonafélékből mondjuk a durumtésztákat, a teljes kiörlésű dolgokat, a zablisztet, visszarakom ugye, mint liszt megjelenik a zabliszt, a rizsliszt, a rozsliszt, a mandulaliszt, tehát megjelennek ezek újra az étrendembe, rám is fog feljönni, nem kevés, 5-6-8-10 kiló is akár, csak már tudatosan fogom visszaszedni, és tudom, hogy melyik csapot kell zárni, nyitni, hogy az a sziluett,
az a body, az úgy formálódjon, hogy jól. Tehát, hogy ne megint 104 kiló legyek, hanem tudatosan, rendszeresen, tehát a rendszeresség, a mértékletesség az, ami nagyon fontos. Nagyon fontos reggel a reggeli. Tehát anélkül senki sehová. Rostban gazdag, fehérjében gazdag, kiadós reggeli legyen, nem terítömni a pocakot, de azért legyen kiadós, hogy az azért a következő étkezésig, mondjuk 7-kor reggelizünk, akkor egy 10 óráig, 4-11-ig kitartson, egy könnyű 10 óraig mondjuk, ami az ebédig ugye elkísér minket. A tudatosság az, hogy napi 5-ször enni legalább, kicsi adagokat, nem teli, meg hát az, hogy meddig érdemes a szénhidrátokat bevinni, meddig mikortól a fehérjét és a rostot, a zsírokat bevinni. Tehát ezt mindenkinek magának kell majd kitapasztalja, mert van egy alternatíva, egy irányadó, amit egy nagyon jó táplálkozási tanácsadó, vagy egy nagyon jó személyedző adni tud nekünk. De például Tomival is, mikor elkezdtük a közös munkát, írt egy séma szerint egy étrendet, hogy az én testsúlyomhoz, az én vércsoportomhoz körülbelül ennyi tápanyagbevitelre van szükség, amivel fogyás érhető el, vagy a jelenlegi súly megtartható. És ha nagyon-nagyon drasztikusan fogytam, akkor rakott még vissza dolgokat, elvett dolgokat, ha megállt, stagnált, akkor meg visszavettünk dolgokból, tehát a szénhidrátokból, és visszarakott olyan dolgokat, amivel ugye a szénhidrátot kvázi helyettesítettük, de nem abból nyerte a test az energiát. Úgyhogy én minden anyukának, meg minden fogyni vágyónak, mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy kezdjen bele, legyen kitartó. Az első 1-2 hét, az borzalmasan nehéz lesz, mire megszokjuk azt eleve, hogy reggelizünk, 10 óra izzunk, ebédelünk. Igen, mert ezeket sajnos elhagyjuk. Vacsorázunk, tehát... és a vacsora nem az, hogy nagyon rossz napom volt, és én most megjutalmazom magam, mert nagyon jól megcsináltam mindent, odaértem 500 helyre, mert ugye én is dolgozó nő vagyok, heti 4-5 napban, 12 órában dolgozok, van egy 14 éves kamaszlányom, gyönyörű kamasztányom, van egy megvan férjem. Megvan akkor a stresszfaktor bőven. Igen, háztartást vezetek, nincs bejárónőm, bármi hihetetlen, és minden nap edzek. És ezt nekem, és én magam készítem az ételeimet. Tehát azért, mert étteremben dolgozok, egy étteremben, nem ott készült ételeket eszek, sportoló tisztán táplálkozok, nem úgy főzök, az sem koszos, csak én nem azokkal az alapanyagokkal, tehát én kókuszzsírt használok, olívaolajat használok, tehát finomított szénhidrátokat kerülöm, tehát nincs is otthon a kislány legnagyobb szomorúságára. Igen. Nagyon nagy szervezettséget igényel, első pár hétben, amíg rutinná nem válik. De utána olyan hamar beszippant minket ez, hogy látjuk a testünkön a változást, hogy formálódunk, hogy egyre jobbak vagyunk, a vitalitásunk, az energiánk több, a szellemi képességünk több, tehát megnő tényleg, sokkal jobban dolgozod fel a stresszt, ha rendszeresen sportolsz, mert az a te időd, azt azért csinálod, mert akarod csinálni, és nem azért, mert valaki azt mondja, a főnököd, a férjed, a családtagod, hogy most ezt csináld, azt csináld, azt csináld, azt azért csinálod, mert te szeretnéd csinálni, és jól érzed magad benne, ennyi. És az első hetekben biztos, hogy nagyon stresszes lesz, hogy összerakt, hogy úristen, nekem a kajámat le kell csomagoljam holnapra, mert holnap nem leszek otthon ettől eddig, és normálisan szeretnék étkezni, odafigyelve, és Jézusom, ezt kell legyek, azt kell legyek. Az első hétben ez biztos, hogy első két hétben ez biztos problémát fog okozni, de utána meg annyira tényleg rutinszerűen jön, hogy már bemész a boltba, és nem keresed, hogy ja, Istenem, azt is szoktam venni, azt is, de most azt se lehet, ezt se lehet, hanem már cél, tehát cél, már tudod, hogy hova menjél és mit csinálja. Nem vásárolsz 4 órát, mint előtte én, hanem bemegyek, és 20 perc alatt bevásárolok, mert tudom, hogy mit, hol találok, és már úgy megyek, legyen az bármekkora áruház, már úgy megyek, tudom, hogy megyek zöldségosztályra, húsosztályra, a tejtermékekhez, ugye a pékárukat azt el is kerülöm, mert konkrétan fölösleges, mindent meg tudok otthon sütni, kell úgy alakítsam a szabadnapjaimat, a szabad időmet, hogy legyen egy 2 óra, amikor fel tudok készülni a következő 2-3 napra.
mind pékáruba, mind húsételekbe, mind köretekbe, mind bármibe, hogy ezt tényleg pár perc alatt, akár reggeli órákba, akár munka után le tudjam párolni, vagy be tudjam dobni a sütőbe, vagy a serpenyőbe össze tudjam forgatni. Nagyon-nagyon színesen tudtok táplálkozni, tehát egy sportoló tiszta étrend, sportoló tiszta étrend nem arról szól, hogy nem eltek el sem, meg az sem, meg ez sem, meg nem lesz jó kis paprikás csirke, meg nem. Meg lehet mindent csinálni. A töltött káposztától elkezdve a csoki krémes piskótán keresztül a csoki szuflé. Csak az alapanyagot kell megválogatni nyilván. Ki kell tapasztalni. Nekem már hatalmas receptáram van, amivel majd szeretnék a közönséget majd bombázni, mert szeretném elindítani a sportolói oldalamat, mert nem szeretném magamnak megtartani ezt a tudást, amire szertettem, hanem én ezt tényleg szeretném, hogy másokhoz is eljusson, hogy nem azt jelenti fitten és egészségesen élni, hogy akkor le kell mondjak mindenről, meg minden csak arról fog, meg a körül forog, mert az én életem is a családom körül forog elsősorban, a munkahelyem körül forog, mert ugye ő tőlük vagyok teljes, és hozzá kapcsolódik, hozzám tartozik, életvitelszerűen a sport, meg az egészséges étrend, és ezt szeretném majd ugye a nagyobb közönség elé tárni, hogy igenis készítsék el velem együtt, nézzék meg, próbálják ki azokat a recepteket, mert abszolút nem rosszabbak, sőt. A nézők most már ebből talán ígéretet is kaptak, hogy fogunk mi még itt folytatni, többféle témában is beszélgetést, és sok szeretettel várunk ide vissza köszönöm a stúdióba. Szépen. Köszönöm és gratulálok még egyszer az eredményekhez. Nagyon szépen köszönöm. És sok sikert 3 hét múlva is. Köszönöm. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár TV-ben. Viszontlátásra!